Sziasztok! Ebben a videóban az Escape from Tarkov gyógyító, azaz healing rendszeréről fogunk beszélni. Ez a téma elég bonyolult, és a kezdőjátékosok számára akár ijesztő is lehet. Azt kell mondjam, hogy a videóra való felkészülés során én is tanultam új dolgokat, pedig a játékban töltött óráim száma négyegyű. A videóban néhány Steamet kivéve nem fogunk mélyen foglalkozni a Steam témával, az majd egy másik videó tárgya lesz. Az első témánk a HP lesz. Mint láthatjátok, karakterünk HP-ja vagy életerőpontja 440. Ez a pontszám a különböző testrészeken lett szétosztva. A következő testrészeket különböztetjük meg. Head, vagyis a fej. Thorax, azaz a mellkas, stomach, ami a gyomor, left-right arms, vagyis bal és jobb karok, illetve left-right legs, vagyis bal és jobb lábak. Minden testrész rendelkezik egy speciális hatással arra az esetre, ha a testrészpontjain nullázódnak, vagy a végtagok esetén, ha azok eltörnek. Ha a fej és a mellkas nullázódik, az általában azonnali halállal jár. Abban az esetben, ha vérveszteség vagy valamilyen stimuláns hatására kerültek nullázott állapotba, az nem vezet majd azonnali halálhoz, de minden új sérülés igen. Vagyis nullásra mellkasod, mert kb. Elvéreztél. Bekapsz még egy lövést, game over. Na, valaki vágja be ide egy Dark Souls, you died. Na ez az, igen, ezt már szeretem, köszi. A következő áldozatunk a gyomor lesz. A gyomornál sem áll fent a törés lehetősége, viszont ha nullázódik, az könnyen dehidratációhoz, illetve súlyos energiavesztéshez vezet. Ezen felül minden új sebzés, amit a gyomrodra kapsz, másfélszeres szorzóval okoz sebzést a tested további részére. Természetesen a sebzés eloszlik a testrészeit között. Tömören röviden, szétlövik a gyomrod, kezdhetsz enni innivaló után kutatni. Anya, most nem pakold rántott húsos szendvicset, szóval sok sikert. Ja, és ezen felül, ha még egyszer gyomron lőnek, az buffolt sebzést okoz majd minden más testrészedre. A végtagok nullázódhatnak, illetve el is törhetnek. A jobb kar esetén egy törés 67%-kal lassabb fegyverműködtetést fog okozni, ilyen például az EDS, az újratöltés vagy a fegyverváltás. Ezen felül 50%-kal lassabban tudunk dolgokat átkutatni, szóval kicsit lassabban fogjuk megtalálni azt az üdítőt, amit a szétlőtt gyomrunk miatt keresünk. Ha nullázódik a jobb kezünk, ugyanezek a hatások fognak érvényesülni. Természetesen minden új sebzés ezen a területen egy 0,7-es szorzóval ellátott sebzést fog okozni a testünkön. A bal kar esetén a fegyverhasználat és az átkutatás debuffja fog megcserélődni, azaz 50%-kal lassabb fegyverműködtetés, 67%-kal lassabb átkutatás lesz a hatás. Minden más megegyezik. Lábaink esetén egy törés 45%-kal lassabb mozgást, illetve csökkentett ugrási magasságot fog okozni. Természetesen két láb esetén ezek összeadódnak, ha pedig a lábaink nullázódnak, ugyanaz a hatás fog rá érvényesülni, mint a törésnél. És természetesen minden új sérülés egyszeres szorzóval fog szétosztódni a testen. Csonttörés esetén használhatjuk az Immobilizing Splintet, ami egy egyszer használatos splint, vagy használhatjuk a többször használatos alusplintet, ami 5 shotos, tehát 5-ször használhatod. Fontos itt megjegyezzem, hogy a Grizzly kit, illetve a Surv kit is képes töréseket kezelni. Miután a törést ellátjuk, a végtagunkat meg kell gyógyítsuk valamilyen medkittel. Arra az esetre, ha esetleg valamelyik végtagunk el van törve és nincs nálunk splint, szinte bármilyen fájdalomcsillapítóval csökkenthetjük a hatását. Figyelem, a fájdalomcsillapító nem szünteti meg a törést, tehát abban az esetben, ha a lábunk eltörik és bedobunk egy analgint, tudunk tovább járni, de ha futunk, akkor ugyanúgy sebzést kapunk. A fájdalomcsillapítókról egy kicsit később bővebben beszélni. Értitek? Nem? Jó, menjünk tovább. A következő témánk a vérvesztesség lesz. Két vérzéstípust különböztetünk meg a játékban. Könnyű vérzést, azaz light bleedinget, és erős vérzést, azaz heavy bleedinget. Mind a két vérzéstípus azonnali halállal jár, ha hatásukra a HP-nk eléri a nullát. Folyik belőled az eperlekvár, ha nem csinálsz vele valamit, akkor game over. Mind a két vérzéstípus esetén arra kell törekedjünk, hogy a vérzést minél hamarabb elállítsuk. Kezdjük a könnyű vérzéssel. Ebben az esetben minden éptestrészünk 0,8 HP-t veszít 6 másodpercenként. Ez ugyan nem tűnik soknak, de ha nem figyelünk rá, a fejünk simán nullázódik, kevesebb mint 3 perc alatt. Könnyű vérzés ellátására sokfajta kötszert vagy medkitet használhatunk. A legalapabb az Aseptic Bandage, ami egy kék színű kötszer. Ez egy egyszer használatos bandage, viszonylag olcsó, 2000 ruber körül megvehetett terapisztól. A következő bandage az Army Bandage lesz, ami egy zöld színű kötszer. Ez kétszer használatos, szintén olcsó dolog. Ezek a kötszerek nem töltenek a HP-don, arra majd valamilyen medkitet kell használnod. A medkitek javarésze képes ellátni a könnyű vérzést, viszont ezen esetben a vérzés elállítására használjuk a medkit HP-ját. Kár medkit esetén az 50 HP, Szalevánál 45, IFAK-nál 30, Grizzlynél 40. Az én személyes javaslatom az az, hogy hordjatok magatokkal egy Army Bandage-et a zsebetekben, amit gyorsgomra raktok. Erős vérzés esetén minden éptestrészünk 0,9 HP-t veszít 4 másodpercenként, ami a fej esetén kb. 2 percet jelent, mielőtt kinullázódik. Ebben az esetben is többféle tourniquet és medkit áll rendelkezésünkre, hogy elállítsuk a vérzést. A bandage-ekhez hasonlóan az egyszer használatos alternatíva az Esmarch tourniquet, a többször használatos pedig a CALOK-B hemosztatik. A medkitek közül használhatjuk a szalavát 175 pontért, az IFAK-ot 210 HP-ért, vagy a Grizzlyt 130 HP-ért. Az én személyes javaslatom ebben az esetben, hogy hordjatok magatoknál 2 Esmarchot, vagy egy hemosztatikot, szintén gyors gombra téve. Most valószínűleg azzal kellene foglalkozunk, hogyan töltsük vissza a HP-nkat. Erre több medkitet is használhatunk. A legegyszerűbb az AI2, vagy a cheese, a sajt. Erre a medkitre én azt mondanám, hogy kétszer használatos, ugyanis 100 HP ponttal rendelkezik, amiből egy töltés maximum 50 pont lehet. A következő medkitünk a kár medkit. Ez egy úgymond büdzsé alternatíva. Nem rossz és nem is olyan drága, 220 HP ponttal rendelkezik, amiből az egyszerre felhasználható maximum pontszám 70. Ezek után beszélünk el a szaleváról, ami 400 ponttal rendelkezik, ebből egy használat maximum 85 pontot engedélyez, ami bőven elég, bármit is szeretnénk gyógyítani. Ha választanom kellene, hogy melyik medkitet javasoljam, valószínűleg a szaleva lenne az. Az IFAK lesz a következő medkitünk 300 pontjából, mindössze egyszerre 50-et használhatunk, cserébe S6-ot vesz igénybe. Én elég sűrűn hordok magammal IFAK-ot, leginkább a mérete miatt. Kompaktabb, mint a szaleva, de természetesen nem is annyira effektív. A Grizzly lesz a következő. Hát mit is mondjak, 1800 HP pont, amiből egyszerre 175-öt használtunk. Raiden kívül Therapist helyett a Grizzlyt ajánlanám, ugyanis kicsit olcsóbbra jön ki, illetve kapsz utána egy kis XP-t. Na, akkor lesz Marin? Ó, fáj a fejem, nincs kedvem hozzá. Semmi gond, van egy csomó fájdalomcsillapítónk. Analgén, hát mit is mondjak a frissen érkezett törötlábú PMC jó barátjáról. 4 szem van egy csomagban, 95 másodpercig, azaz kb. Másfél percig fejti ki a hatását. Ha törött a lábad és nincs más, akkor ezzel egy kicsit tudsz magadon segíteni. De mínusz 17 hidratációval jár, szóval ne edd meg az egész levéllel, mintha a fogfájásodra kapkodnál valamit, mert ki fogsz száradni, aztán megint jön a fránya halál. Augmentin. Ó, a szocidokig szent grája. Minden betegségre. Kb. 2,5 percig tart a hatása, mínusz 5 hidratáció és plusz 5 energiával. Én nem ajánlanám, csak ha nincs más, csak kraftoláshoz használom. Ibuprofen, 15 bogyó egy sloton a konténered legalsó polcán. Majdnem 5 percig fejti ki a hatását, 15 hidratációért cserébe. Nekem és sokaknak úgy gondolom, hogy ez a favorit. Morfin. Nem vagyok egy nagy junkie, és én kerülök mindent, amiben tű van, de néha nagyon jól jön a morfi. Ha van, és gyorsan kell mondjuk harc közben, 5 percig tartja benned a lelked, de vigyázz, mert ez 15 hidratációba és 10 energiába fájt neked. Vazalin, hát mit is mondjak erre? Biztos van egy jó szaftos poén itt valahol, de ez itt a YouTube, szóval most nem lökném be, ezt csak úgy szárazon. 5 percig tart a hatása, mínusz 5 energia és mínusz 5 hidratációért cserébe. Golden Star, a jó öreg vietnámi balzsam, majdnem 6 percig kifejti a hatását, csupán 15 energiáért cserébe. Ezen felül serkenti a hidratáció és az energiaszintet 5 másodpercenként egyel. Ha választani kellene, hogy melyiket vigyem raidbe, valószínűleg a Golden Starra vagy az ibuprofenre esne a választásom. Nyilván attól függően mi van nálam raktárom. Egy dologról nem beszéltünk még. Mi történik akkor, ha nullázódik egy testrészünk? A mellkas és a fej esetén nem tehetünk semmit, viszont a többi testrészünk esetén használhatjuk a CMS kitet vagy a Surv kitet. A CMS kit 5-szer használható, készhatat foglal el, és viszonylag gyorsan használható. Műtét 16 másodperc alatt. Bizony, de a testrészünk HP-ja felére vagy kevesebbre fog csökkenni a használat után. A Surv kit 15-szer használható, 3-szatot foglal, kicsit több időbe telik a használata, ami kb. 20 másodperc, viszont a testrészünk HP-jának kb. 80%-a megmarad. A Surv kit használható törés kezelésére is. Mindkét kit használata után használunk el egy medkitet. Úgy gondolom, kiveséztünk mindent. Most menjetek és lövessétek meg magatokat, hogy ki tudjátok próbálni a frissen szerzett tudásotokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és nyomjatok rá a feliratkozás gombra is. A Twitchemet pedig a leírásban megtaláljátok. Sziasztok!